Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Megint eltelt egy hónap az évből, így a mai videóban a szeptember havi olvasmányokkal és könyvbeszerzéssel jelentkezem. És ha már szeptember vége, akkor valaki legyen szíves, ébressze fel azt a Green Day-es srácot. Egy kicsit várok rá, jó? Szerintem ennyi elég volt, ugorjunk is a könyvekre. Szeptember folyamán kicsit voltam csak termékenyebb, mint augusztusban. 3 könyvet sikerült elolvasnom, amelyek közül 2-t már vissza is kellett szolgáltatnom a helyi könyvtárnak, így csak a borítójukat tudom sajnos idevágni a videóba, de ez senkinek ne szegje kedvét. Az első 2 napban betegségből lábadozva Valerie Gold Stephen King az Árnyak királya című életrajzi könyvét olvastam. Erről külön videó is készült a Minden is, ami Stephen King rovatban, az olvasás után nem sokkal. Sajnálatos módon ez a könyv nem nyerte el a tetszésemet, és aki látta már ezt a videót, tudja, hogy mennyit rage-eltem miatta. Nagyon összecsapott, elég sok hibával és pontatlansággal dolgozó, rosszul megszerkesztett műről van szó, nem is szeretnék róla többet mondani. A molyon egyetlen egy csillagot tudtam csak ráadni, azt értékelve, hogy valaki dolgozott a cikkek összegyűjtésével és az oldalak legépelésével, de ebből a témából sokkal többet is ki lehetett volna hozni a megfelelő utánajárással. Ezt követte John Fowles a Lepkegyűjtő című kötete, amit én ebben a régi magyar könyvklubos kiadásban olvastam, Róna Ilona a fordítója. 290 oldalas kis könyv, nem igazán hosszú, és amiatt gondoltam rá, hogy én ezt elolvasom, mert néhány évvel ezelőtt Dothar Chishontól, amikor a Pillangók kertjét olvastam, eszembe jutott a történet kapcsán, hogy lehetséges, hogy a szerző a Lepkegyűjtőt vette alapul a saját ötletéhez, ezért kíváncsivá tett. Most Csaba Retteg ősz kihívásához válogattam be ezt a könyvet, hogy most már tényleg ne húzzam tovább. Ez egy pszichotriller, az 1960-as években íródott, tehát érezhető, hogy nem mai, nem is olyan régi egyébként, de nem mai. Nekem is magasabban van az inger küszöböm, mint amit ez a könyv képes lett volna elérni. Ennek ellenére nem tudom azt mondani, hogy rossz lett volna. Pszichotriller, de nem olyan durva pszichotriller szerintem, mint amilyeneket manapság lehet olvasni. Váltott szemszög, viszont nem olyan váltott szemszög, amilyet mostanában megszoktunk. Ebben ugyanis a 2 történetet, illetve a 2 szemszögből ugyanazt a történetet egymás után meséli el John Fowles. Először az egyik, majd a másik szereplő szemszögéből veszi végig a történteket. Ez is egy megoldás, és tulajdonképpen nem is olyan rossz. Mégsem mondom azt, hogy annyira nagyon elnyerte a tetszésemet ez a könyv. Sajnos a szereplőket nem igazán tudtam megkedvelni, én pedig az a típusú olvasó vagyok, akinek erre valamilyen szinten szüksége van, hogy legalább szimpátiát érezzen a szereplőkkel, ha nem is tud velük tökéletesen azonosulni, és ez vett jelentősen el az olvasmányélményből. A történet maga egyáltalán nem rossz, egy teljesen átlagos, hirtelen nagyobb vagyonra szert tevő férfi elrabol egy fiatal lányt, aki nagyon tetszik neki, és az otthonában tartja fogva. Ami egy kicsit ijesztő ebben a dologban az az, hogy Frederick Cleggnek nem igazán volt egyéb indítéka Miranda Great magánál tartani, mint hogy ott legyen, és szerintem ez sokkal megdöbbentőbb, mintha mondjuk váltságdíjat kért volna érte. Ami igazából ennek a történetnek az erejét adja, az a szimbólum, hogy milyen gonosz szám, ilyen szörnyeteggé képes egy ember válni, ha a pénzhez és ezáltal hatalomhoz jut. Ez valami borzasztó volt számomra. Végül a Majon 3 csillagot adtam a könyvre, illetve 3,5-et, nem is 3-at, hanem 3,5-et. Tényleg egyáltalán nem rossz, egyszer mindenképpen megéri elolvasni annak, akit érdekel. Nekem ez nem ütötte meg annyira az ingerküszöbömet, de nem bántam meg, hogy elolvastam. Ezután pedig egy újabb életrajzi könyv következett, Heike B. Görtemelker könyve Éva Braunról. Tulajdonképpen ettől a könyvtől is egy kicsit mást vártam, egy kicsit többet. Úgy éreztem, hogy nagyon eltolódott a hangsúly arra, hogy Hitler udvartartásában kik és milyen szerepkörben, milyen tevékenységgel jelentek meg, és csak ezután derült fény arra, hogy ők Éva Braunnal milyen viszonyban voltak, ha voltak egyáltalán, mit gondoltak róla, ha gondoltak valamit egyáltalán, és azt lehet tudni, hogy ezek is meglehetősen hiányos információk, vagy nem rendelkeznek megfelelő forrásértékkel. Mégis azt tudom mondani, hogy ez a könyv valamilyen szinten hiánypótló, mivel nagyon kevesen és nagyon keveset foglalkoznak Éva Braunnal, már csak azért is, mert elég kevés forrás maradt fenn róla. Azzal együtt, hogy a hangsúly egy kicsit más irányba tolódott, mint amire én számítottam, elég informatív és érdekes könyvről van szó, és aki a téma iránt érdeklődik, annak mindenképpen ajánlom, hogy olvass el. Én sem bántam meg, hogy elolvastam, és tulajdonképpen már elég régen jártam a harmadik birodalomban, úgyhogy épp itt volt az ideje, hogy egy kicsit ismét visszanézzek. Ennyi lett volna tehát a szeptemberben elolvasott könyveknek a bemutatása, és most rátérnék a beszerzésre. Azért nem többes számot mondok, mert szeptemberben egyetlen egy könyvet szereztem be, amit már láthattatok is egy másik videóban, ez Stephen King-től a Tündérmese, ami most szeptember közepén jelent meg. El is kezdtem már olvasni Stephen King születésnapján nagyon stílusosan. Ennél több könyvet ebben a hónapban nem is akartam, illetve nem is sikerült vásárolnom, annak ellenére, hogy a könyvfesztivál is most volt. Ez most egy ilyen szűkös hónap volt, de szeretném is valamennyire visszafogni magam a könyvvásárlást, illetően az év hátralevő részében. Ennyi lett volna tehát a szeptember havi összefoglaló. Ha bármelyik könyvet olvastátok, írjátok meg kommentben, hogy hogy tetszett, ha pedig tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb, sziasztok!